betiltanák az Oroszországból Európába irányuló kőolajszállítást. Röviden így foglalta össze Szijjártó Péter az újabb brüsszeli szankciót. A testület által előterjesztett javaslatok ugyanis számos újabb korlátozást tartalmaznak orosz és fehér orosz szervezetekkel, személyekkel szemben, illetve különböző termékek importjára és exportjára bizonyos gazdasági tevékenységekre vonatkozóan. Magyarország esetében a jövő év végétől lépne életbe az embargó. A Magyarország energia ellátása jelenleg biztosított, stabil alapokon és lábakon áll. Viszont ezt a biztos energia ellátást, Magyarország energia ellátásának biztonságát ez a szankciós csomag teljes mértékben lerombolná. Ugyanis ezen brüsszeli szankciós csomag nyomán Magyarország a magyar gazdaság működéséhez szükséges mennyiségű kőolaj beszerzése lehetetlenné válna. Korábban már többször is elhangzott, hogy milyen fontos a paksi atomerőmű bővítése. A külgazdasági és külügyminiszter Isztambulban tárgyalt a témában. Elmondta, számunkra a legnagyobb saját energiaelőállítási kapacitás lehetőségét az atomenergia jelenti. A mai tárgyaláson a Rosszatom vezetői biztosítottak minket arról, hogy technológiai szempontból továbbra is képesek ennek a beruházásnak a végrehajtására. Az atomenergia használata jelentős mértékű függetlenséget és stabilitást biztosít, tette hozzá Szijjártó Péter. Az építési területen egyébként folyamatban van a felvonulási épületek kivitelezése, köztük a betonüzem, az acélszerkezet szerelőüzem, a raktárak kialakítása, a közművek építése, a talaj előkészítés. Az engedélyezéshez szükséges dokumentációs munkákat már végzik, és várják a létesítési engedélyt.